Think I have a death wish, leaving everybody breathless. It's always my time, the city is mine. You should learn to just accept it. Sziasztok, és itt újra a csatornán. A mai videó nem lesz más, mint egy cosplay-es sminkes átalakulás, és az intróban látott Himiko Tógos sminket fogom nektek elkészíteni, mert végre eljött az a pillanat, hogy azt meg tudom csinálni. Ne is kérdezzétek, hogy milyen régóta szerettem volna már ezt befejezni, és ezt elhozni nektek. Erről inkább nem beszélnék. A következő videóban pedig megmutatom nektek magát a jelmezt, hogy applikálom magamra, hogyan készítettem egy ilyen kis rövid összefoglaló videóban. Viszont, hogyha most kíváncsiak vagytok a smink videóra, akkor ne kattintsatok sehova. Első lépésként a kontaktlencsémet fogom felvenni, amit a Pinky Paradise-ról rendeltem. A konkrét árnyalatot len fogom nektek hagyni az infoboxban. Sajnos... Hiába sárga a kontaktlencse, olyan sötétbarna a szemem, hogy nem tűnik elég sárgának. Úgyhogy majd, hogyha fogok megint kontaktlencsét rendelni, akkor egy újat sokkal sárgábbat fogok rendelni, mert ez sajnos nem látszik. Ezek után egy stíftes ragasztó segítségével el fogom tüntetni a szemöldökömet, hiszen túlgának szőke a haja, és nem akarom, hogy nagyon erős kontrasztban legyen a barna szemöldököm. Úgyhogy szépen elkezdem leragasztani, majd visszamegyek egy szemöldökkefébe, jól eldolgozom, és még egyszer rámegyek. A lényeg, hogy minden egyes szálat érjen a ragasztó, akkor tudjuk tökéletesen eltüntetni. Majd az Essence Camouflage korrektorát fogom használni, és szépen át fogok menni a szemöldökömön, majd egy Beauty Blenderrel fogom eldolgozni, és többször is vissza fogok menni rá, mert viszonylag sötét a szemöldököm. Hogyha kevés a szemöldök szálad, vagy világos a szemöldököd, akkor valószínűleg egy réteg is elég lesz, de nekem sokkal több rétegre lesz szükségem. Miután nagyjából eltüntetem a szemöldökömet, rá fogok térni az alapozásra, amihez az Elf Flawless Finish alapozóját fogom használni, és az egész arcomra fel fogom vinni, a nyakamra és a szemöldökömre is. Majd visszatérek a korrektorra, és a szemem alatt egy-két patonás foltot, és még egyszer a szemöldökömet le fogom korrektorozni. Ezek után az egész arcomat le fogom púderezni, amihez a Maybelline Face Studio púderét fogom használni. A szemöldökömet kvázi bakingelni fogom, hogy biztos maradjon, minden más simán csak ecsettel fogok felvinni. Maga a szemöldök eltüntetése opcionális, egyáltalán nem kötelező. Én csak azért teszem, mert minél karakterhűbb szeretnék lenni, de hogyha világos a szemöldököd, vagy tényleg nincsen sok, esetleg alapból neked is sötétben a szemöldököd van, akkor egyáltalán nem kötelező. Én most csak így meg akartam csinálni, kíváncsi vagyok, hogy így hogy mutat, de lehet, hogy majd konon a saját szemöldökömmel fogok megjelenni, nem pedig újfajta szürke szemöldökkel. És most be is fejezzük a szemöldökünket, egy szemöldök ecsetet fogok megragadni, és az I Heart Revolution Cranberry Chocolate palettájából először ezt a Downy nevű világos barnát, majd a Bittersweet nevű ilyen szőkés barnát fogom használni, és ezzel fogok rajzolni magamnak egy új szemöldököt. A lényeg viszont az lesz, hogy egy kicsit felfele álló, gonoszos szemöldököt fogok magamnak rajzolni, nem pedig egy ilyen ívelt, ilyen Instagram szemöldököt. A szemhéjunkra szintén ebből a palettából a Bite és a Coco nevezetű színeket fogjuk használni, de csak nagyon-nagyon halványan. A Bite-ot nagyon halványan az egész szemhéjra fel fogom vinni, Coco-t pedig csak is kizárólag ide a külső V-be és a szempilla sor tövéhez fogom felaplikálni. Majd szintén a Coco színt fogom használni, és itt az alsó szempillasort fogom vele halványan kihúzni. Először fel fogom vinni az árnyalatot, majd szépen el fogom satírozni. Tógának van egy ilyen kicsit beteges szemszíne, hogy úgy mondjam, kicsit mint aki mindig lázas, vagy éppen karikás a szeme, és most ezt próbáljuk meg imitálni ezekkel a színekkel. Úgyhogy itt most nem az lesz a lényeg, hogy szépek legyünk, hanem hogy minél jobban hasonlítsunk a karakterre. Rátérhetünk a pirosítóra, amihez a Colourpop Mono szemhéjpudrét fogom használni, ez a Cutaux nevű árnyalat, aminek van egy ilyen narancsos terrakottás rózsaszínes beütése, és ez tökéletes lesz ehhez a sminkhez. Ahogy fel fogjuk vinni ezt a pirosítót, az nem lesz más, mint ide az orcákra, főleg ide előre, és itt össze fogjuk kötni az alsó szempilla sorra, hogy ezt a beteges hatást még egy kicsit jobban kiemeljük,
és ehhez az én pirosító ecsetemet fogom használni, majd pedig vissza fogok menni egy kisebb pufi ecsettel, és szintén itt össze fogom jobban dolgozni. De egyszerűen mindig csak keveset fogunk felvinni, hiszen ez nem pirosító, hanem szempén puder, tehát sokkal jobban pigmentált. De egy kicsit fel fogom húzni, viszont az orromra nem fogom felvinni, hanem nagyjából itt meg fog állni mind a két oldalt a pirosító, és egy picit ide fel fogom húzni. Majd fogok egy kisebb ecsetet, szintén belemártam, leütögetem, és csak itt az alsó szempilla sornál kicsit erősebben összekötöm. Mielőtt a rúst felaplikálnám, korrektorra egy kicsit le fogom fedni az ajkaimat, majd pedig a NYX Liquid Suede folyékony rúzsát fogom használni Initiator árnyalatban, nekem ez a minél van meg, ami gyakorlatilag pont ugyanilyen színű, mint a pirosítónk. És nem simán rúzsnak fogom felaplikálni, hiszen Tógának nem nagyon van kirúzsozva a szája, de mégse akarunk korrektoros szájjal maszkálni. Úgyhogy csak ide a közepére belülre teszek egy picit, és ujjal kicsit eldolgozom, hogy ne legyen olyan erős rúzsos hatása, de valamennyi szem mégiscsak legyen. Ezek után fel fogok vinni egy műszempillát, amit egy kínai áruházban vettem, semmi különös szempillaspirált, felveszem a parókát, és megmutatom nektek a végső sminket. I think I have a death wish, leaving everybody breathless. It's always my time, the city is mine. You should learn to just accept it.